Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és üdvözöllek titeket ebbe a csodálatos videóban. Elnézéseteket kérem, hogy el voltam tűnve az utóbbi egy hónapban. Volt oka bőven, rengeteg todna munka, amivel még nem is lett volna semmi gond, de sajnos konkrétan csak aludni jártam haza. Jobb esetben. Aztán egy hétre elmentem itthonról, tehát kikapcsolódni, és akkor ott meg nem volt ugye olyan felszerelés, hogy tudjak videózni. Persze videókat készítettem arról a helyről, ahol voltam, de nem olyan hosszú, hogy egy normális tartalmas videó jön össze, max. Ilyen 3 perces TikTok videó maximum. Úgyhogy csak valószínűleg csak a TikTok videó lesz belőle, szerintem. Sőt, biztos. Aztán, hát igen, konkrétan egy új terület, amit mond, nem is tudom, hogy említettem, de valószínűleg említettem, hogy új területet vettem át a munkahelyemen. És amíg ugye be nem áll ez a fix elképzelés, ahogy én próbálom csinálni, meg ahogy, tehát nem, amíg nem áll be az a normális, az a ritmus, ahogy én ezt az új területet szeretném végezni, addig ez sajnos ez így elhúzta ezt a dolgot, hogy tudjak videózni, pedig nagyon-nagyon szerettem volna. Amikor éppen szabad napom volt, akkor csak örültem, hogy élek. És ha nem úgy ülök le videózni, hogy na most, mint most, hogy van kedvem és hajrá, csináljuk, akkor nincs értelme. Mert akkor olyan is lesz a videó, de ezt mindegy, olyan tudjuk. Az utóbbi, és rá, ja, és a legszebb, ez csak gyorsan. Az utóbbi, ugye volt a Dark Occult, én azt befejeztem. Mármint úgy értem, hogy én megcsináltam az utolsó részt is, és meg is vágtam is. És ugye kb. 3 órás videóban vágtam össze nektek 1 órásat, mert nagyon sokat szerencsétlenkedtem, mindegy. Megvágtam minden király, és a gép, ugye én 10 évet csak Sony Vegas-t használok, és nem is tudok más, hogyha most elkezdtem próbálni egy másik programot, de na mindegy. És nem akarja lerenderelni a program. Tehát amit én megvágtam nektek videót, az mind mehet a kukába. Több órányi meló, mert ugye mindig visszanézem, ez jó, nem, jó, akkor más teszek be, érted? És több órányi szenvedése mehet a kukába, mert egyszerűen nem akarja lerenderelni a videót maga a program. Így nagyon durván, ott nagyon elvette a kedvemet, és amúgy is rohadt sok munkám volt, és aközben csináltam meg ezt az utolsó részt. Előre ennyi, most gyors, még amíg lefrissít a Genshin, addig gondoltam beszámolok erről a helyzetekről. És igazából ennyi történt, remélem, hogy minél hamarabb be fog állni ez a dolog, még jobban, és akkor tudok már nektek útközbeni vlogokat csinálni, mert ugye ezzel is bővült a melóm, hogy különböző városokban, ahol vannak boltjaink, azokat fogom látogatni. Csak sajnos az utóbbi, amit átvettem, 2 hónapja nem. Egyszerűen nem tudtam sajnos megcsinálni, amit akartam. Tehát ez már az én nyűgöm és bajom. De egyébként arról minden szép, mindenféleképpen szeretnék nektek vlogot csinálni, beszélgetni, mert végül is útközben, ha lemegyek Győrbe, Egerbe, Pécsre, Szegedre, akkor szerintem van mire én odaérek. Vonattal lesz, miről beszélgetnem, főleg a kamerával. Úgyhogy, ja, ezt mindenféle, ez tervben van, csak sajnos. Ja, és a legjobb, ugye én nagyon szeretek telefonnal videózni.
Mármint abból a szempontból, hogy szeretem a 4K-s kameráját, stb. És akkor most jött rá egy frissítés, most már 60 FPS-be is tud, full HD-ba. Izé. Úgyhogy... mert eddig nem volt jó benne ez a funkció, de most már van, úgyhogy örülök neki. Ja, de ennek ellenére kiírta a telefon, de 3 éve megvan már, kiírta, hogy... hogy... ez kurva szerencsét nem vagyok mostanában az utóbbi, ebben a másfél hónapban, hogy cseréljek a telefonba akkumulátort, mert leromlott az a teljesítménye, és tényleg, tehát, hogy egy nap szerintem 2-szer fel kell töltenem ahhoz, vagy töltőn kell legyen ahhoz, hogy működjön, vagy hogy mondjam, érted? Tehát, hogy mindegy. És még egyébként az iPhone-okban benne van, hogy hány százalékos az aksi, itt nem tudom hogyan, hogy hol lehet megnézni, de mindegy, majd ez az én aksi itt van, de itt nem írja. Na mindegy, nem is kell, nem is kéne tudnom, tudod, nem is érdekes. Mindegy, szerintem kezdjük el is a Genshin, még nem frissített le, de nektek ez egy ilyen, addig nem tudok vágni, szóval addig kikapcsolom a felvételt is újra, és akkor amikor már betöltötte ezt a csodát, akkor meg majd jelentkezem újra. Addig szerintem eszek egy jó kis dinnyét. Na, akkor itt is vagyunk a Genshinbe. Felveszem a játékos pozíciómat, amit mindig is szoktam. Bejjebb tolom magam azt a székkel, de nem annyira, mert ott van alattam egy kis játékpatkányka, amit a kutyám idehozott nekem, hogy biztos azért, hogy nem is tudom, én is játszok ami értelmes játékkal. Na igazából itt már azt néztem, hogy hány pörgetésem volt, 70 pörgetésre vagyok. Én gondoltam, hogy esetlegesen Klee-t ki kéne szedni, de hát, annyira nem. Kazuha meg a labból is megvolt már. Úgyhogy Klee, hát... Na. Most van sok új, amit meg lehet csinálni, ezt ugye mindenképp meg is fogom. Ugye a tesztranokat, azokat megcsinálom. Oh. Jó néz ki. Azt kell mondanom, ez tetszik nekem. Ezt meg is szerezzük. Jó. Aha. Meg ugye kihúztam... Hogy is hívják azt az új srácot? Őt. Őt is sikerült. Most gyors felvisszük egyébként 20-as szintre. Hogy... Ezért a pörgetés miatt, aztán annyi. Aha, hogy ilyenek kellenek neki. Hát, annyira ez engem nem hoz lázba. Én is így szoktam, amikor így számításokat végzek a fejemben. Na mindegy, nem is ráhajtok, ez csak úgy... Igazából a tervem az volt, hogy... Értem. A tervem az volt ezzel a kapcsolatban, hogy köszönöm szépen, hogy úristen, mennyi event, hogy ne húzzam ki azt, akik most vannak, mert majd jönnek a dendrók, és én mindenképp a dendrókat szeretném
ugye megszerezni. Aha, itt valami. Aha. Hát ez csodálatos. Na mindegy. És az a baj, nagyon sok ide egyébként már nem léptem be a Genshinbe, és alig van már primóm. Pedig nekem mindig ilyen 30 ezer körül is szokott lenni, csak most elpörgettem. Elpörgetgettem, inkább mondjuk így. És minden nap egyébként beléptem, de már amióta mondtam is nektek, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztam. Azóta, konkrétan azóta nem léptem be Genshinbe, csak... és még úgy, mindig egyébként úgy voltam vele, hogy fáradt is voltam, legalább 10 percre beléptem, akkor is, hogyha tényleg mocsok fáradt voltam, vagy legalább az ágyból telefonon, mert akkor legalább a napi, ugye ez a 60 primó, amit megkapsz, ugye 10-et a 4 küldetésből, 10-10-et, szóval 40-et, és plusz, amikor leadod őket, tudod, a napi küldiket, akkor még kapsz 20-at, és úgy voltam vele, hogy akkor legalább annyit tudod, napi a 60, hogyha már 10, csak 10 napot meg csak, akkor az már 600, tehát tök jó, és most ha azt hiszem, hogy ezt most kihagytam másfél hónapot a játékból, tehát az nagyon sok. Tehát nem voltam fönt, azt mondja, 30, ne, 50 napot. Tehát 3000 primó bánta ezt, hogy durván, hogy én nem voltam. És ugye, ráadásul ugye annyi, rengeteg küldetés, most nézzétek meg, mennyi küldetés van, extrém sok küldetés van, amiket most szépen itt meg fogunk csinálni, ugye kezdjük a napi küldik, aztán csinálom, úristen, ezt a sok story, arc, hú, anyám. Jó, hát akkor figyelj, gyerekek, hát akkor nincs más. Ez is lejár, ezek is mind lejárnak, szóval ezek meg, ez, és ezekből is nagyon sok primó jön, és ja, és mindig megcsináltam a izét, az abiszt, én mindig megcsináltam, tehát abból is benyeltem több száz primót. Úgyhogy azért sajnáltam, hogy nem tudtam belépni, most már mindegy. Meg minden. Úgyhogy jó sok ezer primótól elestem az alatt a idő alatt, mert ha csak ennyiket megcsinálsz, érted, akkor már rendben van. Úgyhogy na mindegy. Nem szoktam végig izélni ezeket a beszélgetéseket, mert ez nem... Az a baj, nem lehet az egészet kiskippelni, mert amúgy nem lenne rossz, hogyha az egészet lehetne skippelni. Meg ugye nagyon szeretek doménybe járni, mert egyedül elmegyek, azt kész, kicsapom az egész domént, egyedül azt meg van oldva, bármelyik ilyen doménhez kell menni. Kuki. Úgyhogy... meg ugye... Ja, és ugye van még ugye a... ugye ez. Ugye megcsinálunk, és akkor ugye ebből is jön pörgetés. És akkor a legvégén ezt szoktam egyébként általában megvan a primót, úgyhogy... De úgy látom, hogy még van belőle 32 nap. Úgyhogy ez szerintem ez most kezdődött el, úgyhogy ez nem lesz gond. De mindegy, kezdjük is el. Amondó vagyok. Jó, itt van a 4 küldetés, akkor kezdjük itt, aztán föntről lefelé haladva. Már lassan el is fejtettem, hogyan kell játszani. Le kell ugrani. Okay. Törö-törö, és közben akkor mesélek még nektek valamit, jócski. Ja, igen, akartam még megcsinálni ennél a karinál. Ugye ezt a fejezt, ezt húztam ki.
és egyből fel is húztam neki ezt a cuccost. Viszont annyira vágyom már, hogy ezekre a dendró karakterekre, hogy ez ami eszméletlen. Úgyhogy... Úgyhogy, ja. Ezen a crit damage-en kéne húzni, mert az kakínyó. Meg a crit rate-en változtatni. Mindegy, hát ha lesznek jó artefaktok, amiket ugye be tudok neki tenni. Aztán... mondjuk ilyen full pyros kéne, az nem lenne. Nem lenne hátrány, ugye? De ugye... Én neki azért felhúztam, hogy az Elemental Mastery-be nyomassa. 14%, 19. Ha Cleet kihúznám, ez nem is lenne rossz neki. Hát itt van egy pár, amiket itt, igen, látszik, hogy mendegéltem. Aztán próbáltam szedni cuccokat, de hát... Hát, nem mindig egyszerű a helyzet. Na mindegy, ne törődjünk ezzel, menjünk is tovább, csináljuk meg a kötelezőket, inkább így szoktam mondani. Aztán lássuk meg, hogy mi lesz belőle. Egyébként majd láttam, hogy nektek hogy tetszett ez a húzásos videó, amikor ugye pörgetéses, úgymond. Örülök, hogy tetszett nektek. Na. Oké, őket szegényeket itt hagyjuk magukba. Láttam erről is egy mémet, az nagyon tetszett, hogy izé fogja, szétkapja, amit tudom én. És nagyon-nagyon bírtam. Hát, ha már kazuha van, legyen kazuha csapatba. Egyébként nem őt választottam volna most, csak most így. Na. Oké. Dobott valamit? Lesz, hogy dobott? Na. Ja, meg egyébként a izét akartam, Jajemikót akartam még felhúzni. Mert már kezd jól lenni ez a crit damage, de még nem. És Electro damage-ben 61%, szóval jó. De még mindig gyűjteni kell neki a cuccokat, mert még nem vagyok elégedett. És ráadásul nincsen set bónusza, tehát a második. Tehát azért szomorú is vagyok. Úgyhogy valamit itt csinálni kell. Tehát valamit nekem itt most ki kell cserélnem valamivel, de ezek pont olyan összeállítások, amik olyan jók lennének nekem. Ugye crit rate 20, vagy 11-20. Azt nyilván nem. Mondjuk ezt igen. Csak ezt azért választottam, hogy a crit izéje. Hát nem, mindegy. Hát, helyette kéne valami. Valami. De nem esett konkrétan, annyit látjátok, annyit mentem, mint az állat, és nem esett semmi értelmes. Úgyhogy... vagy abból a szedből, vagy ebből a szedből kéne valami. De nincs. Tehát ez a legszomorúbb helyzet, hogy nincs. Tehát a többiektől meg nem feltétlen venném el ezt a 5-8-12-7.
Az uha, mutasd csak magad. Aha. Nálad mit tudunk? Hát igen. De őt a nem more damage-es se nyomtam. És amúgy zseni. Tehát ez a srác, ez zseni. Úgyhogy Csórinak neki kéne valamit mókolgatni, majd nem kell félni, majd valahogy megoldjuk. Hát ez mondjuk ígéretes, csak ez az a set, ami nekem kéne. Úgyhogy na, ma mindig majd ezt megnézzük, hogy hogy állunk, mint állunk vele, aztán majd felhúzok ilyen szetteket ebből a típusból is. Jaj, nem ezt akartam, értele megnyomtam. Jól van. Még lő valahonnan? Valami. Majd ő megoldja. Valahogy így. Na mindegy. A déli megvan. Ne nézzük. Tényleg izét akartam még. Ennyi van belőle. 4. Na majd ezt abból mindjárt. Opszli. Hát nem ezt akartam megnyomni, de most már minni. Törő-törő. Nagyon szívesen. Itt vannak a kis gemek. Aha. Na. Akkor. Nagyon menő. Nagyon menci. Na tehát... Törőt-törőt, Dóra. Aha. Lássuk a medvét osztan. Az izéket kéne még megnyiffantaniam. Nincsen maximum még. Hát csak ilyen kell, de ugye ezt kéne szedni az izéből, az Eternity-ből. És már csak 2 van, és ehhez is 2 kell, tehát ezt bugázni kéne. Ugyebár, na nézzük. Bocsánat, elnéztem, hogy hová kell menni. Dóra. Amúgy... Sose tudom, hogy mit kéne egyébként ide vinni. Csórihoz egyébként. Mert nem tudom. What's that? Join you for a walk? Why not? Wish me luck. Ezt a damage-ét neki, ezt nagyon kéne növelni, ezt a hidródát. De hát igen, ez már csak az én. Ilyet kéne valahol találni, csak valahogy valami izébe, hidróba kéne ezt. De jó is lenne, mi?
Szép álom. Jó, hát... hát vigyük. Szerintem ez nem lesz a legjobb csapat. Most gondolkozom. Gondolkozási fázisba estem. Jó lesz. Majd valahogy... Majd valahogy megoldjuk. Tudtam. Hey. Weak, pathetic. Inferior. The eye sweeps the land. Igen, tudtam. Ez egy ilyen féle kellett volna váltani, de most már mindegy. Ne bántsatok! Nem szoktam aggódni ezen, hogy itt ilyen. Igen, hát jó. Hát ez nagyon szomorú. Jó, nyugodj már meg. Csóri. Nem érdekes. Ő kibírja, az a lényeg. Látjátok így, megoldja magának. Ez így. Ezt elbasztam, de... Hát nem ez volt az. Az igen. Hey. Nem baj. Visszajön. Nyugi, nyugi, nyugi. Nem kell pánikolni. Senki sem pánikol. Látod, nem?
Elbasztam. Nem vettem észre, nem baj. Majd visszagyűn. Gyorsan felhíleljük, nem kell itt aggódni. Hát ezt tovább tudott, mint gondoltam. Hát, igazából nem ezeket a karaktereket kellett volna. Vagyis igen, ajokát igen, de mondjuk... Ja, fél is maradott volna, de mondjuk... Ezébigyót. Na jó, megmondtam. De mindegy, értitek a lényeget! Pajzsos genyó. Egy is megoldottuk. Aha. Cookingolni, forzsolni kell. Ó, hát azt útjának kéne indítani. Na majd mindjárt. Cookingolunk, forzsolunk és csinálunk ilyen jó dolgokat. Egy lesz hát egyébként visszajönni. Cookingolni, azaz főzni. Cooking! Cooking. Csináljuk a kedvenc kaját aztán. Vagy várjál, nem is ez most. Mit csináltam múltkor sokat? Nem ezt. Szóval, hogy csináltam egy bizonyos kajából elég sokat. Ebből csináltam. Nem emlékszem. Nézd már. Olyan okos gyerek vagyok, hogy nem emlékszem. De valamiből biztos. Tehát... Perfect. Thank you. Böri macska. Jaj. Igen, jó napot kívánok, jó napot kívánok. Kérném szépen, hogy segítsen már, uram, légy szíves. Forzsoljunk már ilyen cuccost, jó? Köszönöm. Jó. Tehát, ugye? Annyit lehet csak. Igen, jó. Akkor... nagyon jó, hát az első izét elértem, mindegy. És boss-t kell nyifantani, izét típotozni kell. Igen, ezt mindjárt megcsinálom, ezt is. Bounty-t ki kell nyifantani, jó. Jó. Jézus, út közben van, oké. Okay. Jó, akkor bemegyünk ott mindjárt a típodba. Megcsináljuk ezt a hármat. Bounty-t kell nyifantani. Azt a másik szigeten fogjuk. Úgyhogy bemegyünk a típodba. Aztán meglátjuk, hogy mi történik bennem. Amúgy itt is már régen jártam. Úgyhogy... ja.
Vagy csomó új dolog lett, meg minden. Igen. Ó, hát így hagytam még régebbről dolgokat. Jól van, öt sikerült, úgyhogy van már három. Aha. És csak idekint lehet elhelyezni. Hát ez felettébb szomorú. Hát igen. Ja. Megcsináljunk itt még valami jóságosat. Nem tudom mit, valami értelmeset. Ezt nem tudjuk, mi ez. Ha! Padokat, milyen videókákat. Ó, ebből csak egy van. Na, akkor mindjárt lesz kettő. Jó. Új blueprintek jött. Ó, de cukik. Na, de várjatok. Na. Oké. Törő-törő, vásárlunk a dolgokat. Ez nem tudom mi ez, de megvesszük. Mindent. Várj, akkor lepézeket kéne csinálni. Hú! Ó! Adjál már? Abból tudtam volna egy ilyet. Na várja. Jaj, mindig vissza kell tekerni, hát. És ez mi? Mindjárt végezzük őket gyorsban. Azt mondja, hogy... Ó, mekkora jó. Ez menő. És mi kéne a izé a többihez? Mennyi hülyeséget kell gyűjteni hozzá, te jó úristen. Hát azt hiszik, hogy nekem erre van időm. Amúgy régebben volt, de most azt hiszik, hogy van nekem erre időm. Mi? Hát ilyet csinálok mindjárt. Ne szórakozzunk már. Jó van. Na, többől rengeteg van szerintem. Igen. Csak 90, ne szórakozz. Jó. Hát igen. Na. Kutyák megőrültek. Ha behallatszik, akkor... Ja, csak ez kellett hozzá. Így volt. Megoldjuk. Megoldjuk, gyerekek, senki se féljen. Ne! Véletlen volt! Véletlen volt! Nem baj. Ezeket még itt. Úgyis el akartam ezeket fogyasztgatni, mert
Annyi volt, mint égen a csillag. Milyen menő már? Mindjárt ezt ki is fogom vinni, ezt a típodba a partra. Hát milyen jó már, nem már. Hát én váljunk. Nem. Jaj, nem, véletlen volt azokat. Azt mondja, hogy... Ezt majd betörjük. Úgyhogy az jó lesz. Ezeket nem vettem meg, mert nem igazán érdekes. Nem volt érdekes számomra. Na nézzük csak. Viszont lángos. Így van. És akkor... Ja, hogy verni kell egy másik játékosnak a izébe, de van most egyáltalán? Szerintem nincs most. Sehol se. Jó. Megoldjuk. Most ezt gyorsan megcsinálom itt a típotból, itt a lényegeket. Mondjuk ide. Tökéletes. Jaj, nem ám. Hogy ezt miért nem... Ja, hogy ez ekkora? Ja. Azt hittem, hogy... Azt hittem, hogy valamivel... Talán kisebb. Az kemény. Ekkor házikok. Nem ekkora jó? Most csak ezt kipróbálom őket. Jaj, nem tudok többet, de. Nem is tetszik. Nem fér, hogy mi? Nem áll. Ezt ki tudtam volna rakni. Aha, hogy itt ilyen dolgok vannak. Jó. Oho. Itt valami izé lesz, itt valami majál is fogok készíteni ide. Jó, hát ezek annyira nem. Ez viszont szép. Ó, de cuki, rókás, meg ilyen dolgok. Milyen sok lámpásos. Meg ilyesmi. Na jó van.
Aha. Hát... Hát ezt sem mostanában rakták így. Töre-töre. Ehe. Na jó. Hát, nem tetszik. Szóval, amit a Sims-esküszöm. Hát ilyen lehet ilyen. Lehet, hogy máshol kéne. Hát ezekből csak egy van, ebből... És nem is lehet többet. Jaj, de jó, örülök neki. Ezt mondjuk kibővíthették volna, mondjuk. Szerintem, de hát ez most csak az én, hát ez az én kis dolgom, de én kibővítettem volna, de hát. Ó. Mindegy. Na mindegy, ezt meg majd úgyis. Jövő zenéje, hogy. Hogy Mizu. Ezeket tudtam, hogy nem lehet rakni. Miért is lehetne? Na nem baj. Elmentjük, jó lesz az úgy. Hello, titkányok. Kuk. Ez kár, hogy egyébként erre nem lehet leülni. Tehát, hogy... Na mindegy, hát. Ez egy egész jó pofa. Csak olyan, hogy ez a középen is be lehetne mondjuk rendezni valamivel. Mindegy. Na akkor, ugye ennél a résznél pedig. Mit akartam? Aha, doménybe szerettem volna menni. Meg ezeket. Lenyifantani a izét. A három tündérgolyót. Aha. Jó lesz. Nekem megfelel egyébként.
Hé, nem szép dolog. Na. Direkt nem akartam egyből megölni. Na jó van, akkor jó van. Direkt még akartam vele egy kicsit így. Na minden, nem lehet vele játszogatni. Szomorú ez a helyzet, de hát most mit tudunk tenni? De miért a leütsze? Az a baj, hogy... Alábecsülöm szegényt. Na... Balban elég tankos ahhoz, hogy nem tudod megsebezni annyira nagyon, úgyhogy... Szegény. Ma 37 darab csóri. És még izét akartam. Szerintem ő lesz a legesélyesebb, hogy kinyifantjuk. Hát igen. Én nem őket akartam vinni, de most már így marad. Most már velük oldjuk meg a helyzetet. Egyébként ez volt az, amit nagyon utáltam nagyon régen, hogy ilyen oldalasan lehet de nem lehet így. Csak így lehet közlekedni. Hát én ezt gyűlöltem. De nagyon. Kecsinget akartam hozni, de most már így jártam. Meg kecsing az egy izéből. Leszedé, de mindegy. Most már jó. Én amikor nincs, nem érek rá. De ez az egy leggyengébb, úgyhogy. És így néznek ki a sima lilák. Hát ez szomorú.
Ajjaj, na mindegy. Tudó, Dóra, megettem 50 tonna dínyét. Aha. Be kell fejezni ezeket a dolgokat. Ezt akartam nektek megmutizózni. De egy másodpercet kérek, mert itt a... itt alatt van a, alattam van a ilyen kis játékpatkány, aztán... Valakinek ez hiányzik, ugye? Csóri. Na. Tehát. Itt nem vagyok. Na szóval. És tettel. Menjünk is. Törő-törő. Egy pillanat. Igen. Na, lássuk csak a medvét. Trü-trü, nagyon harc van. Na lássuk! De csináltam ilyen kis bigyót, hogy hát, ha több cucc és jó tudsz fogásni. Na, légy cike, már olyan rég léptem be, és rég nem játszottam, és adjál már valami jót. Nem szar, de nem is a legjobb. Köszönöm szépen. Miért teszed ezt velem? Nem baj. Tudom, nem vagyok a kedvence, de hát most... Mit lehet tenni az ügyben? Se. Most eszembe, hogy... Neki is fel kéne húzni a talentjeit. Igazából amennyinek már nekem fel van húzva. Nem voltak lerakva izék, nem már. Ó. De rossz. Az volt is semmire ment el, semmi jóra. Nem baj. Jó, de legalább ezek is szarok. Nagyon helyes. Legalább lesz mit betörni. Ah.
Nem baj. Na. Ó. Oh. Szegény, belementem. Csak feltudtam a Elmikó életét, igazából. Csóri? Jól beküldtem oda a susnyába. Hűha! Nem baj, még van két lehetőség. Ebből a szempontból. Nagyon jó, hogy arra nyomtad el. Na lássuk, adj valami jót, please, valami igazán jót. Mondjuk a def helyett egy crit rate jó lett volna, de most már. Na, megnézzük még ezt. Trőúni. Na, hát már gyorsabb volt. De múltkor egyébként azt hiszem, hogy Mikó helyett a tesóját hoztam a Ajakának.
Mindegy. Belefér. Igen, erről beszélek. Na jó, lássuk. Leszáguldunk itt. Úsztam a levegőbe. Na jó, azt beszedjük. Azt is növeljük. Vagy. Aha. Ah. Hú, de gyűlölöm ezeket a kis elrejtőző kis genyókat. Jó, hát a felét a domainnek megcsináltam. A forge-ok mindjárt kész lesznek, meg ezek a bounty-kat még megcsinálom. Így a videnyósba. Mert ugye mondta, azt tudom, hogy volt annó a kérdés, hogy milyen tematika szerint szoktam járni, vagy megcsinálni ez én a... ez szép látvány. A játékban, hogy mindig egyébként nekem a battle... Na. Es. Szóval nekem a mindig sikerül megcsinálni, ugye így végig. Jaj, nem akarok vizét venni. Az összes hetit, meg ugye az egészet, ezeket. És akkor ugye a Battle Pass-t azt végig szoktam mindig vinni nekem. Mindig ugye max 50-esen van általában hónap végére. És ugye úgy értem, úgy hónapban még van belőle 2 hét. Tehát én 13 nap szokott maradni egyébként fennmaradóba, amikor már nem is kell hozzányúk a játékot, csak az alap küldiket szoktam megcsinálni. Meg úgy általában mennyire ez van idő, meg kedvem. Attól olyan gyorsan haladok, de kb. Én így szoktam. Na mindegy, ugye most kihagytam ezért megint egy... Úgyhogy van még egy hónapon, majd megcsinálom, de az lazán meg lesz. Úgyhogy hetente 10... Hát, ha várjál... 3x7, 21, ugye leszámoljuk, hogy... mi a helyzet, mert ugye egy héten csak 10 000-et lehet hozni, ami azt jelenti, hogy ugye ez az XP limit, ugye ez a heti XP limit, és ugye akkor 7, és akkor 324. Uh-huh. 40 000. 40-es szint. Hát... Lehet, nem lesz meg. Basz. Az 50. Kiderül. Hát mindegy. De ugye a fegyvereket mindig megszoktam egyébként. Hozzá. Venni. Hát általában így. Jó.
Jó, akkor mit akartam? Hol is mondtam, hogy megcsináljuk ezeket a hogy hívják okat, így a kamisszatókhoz elmegyek. És gyorsba ezeket berántjuk. Meg ugye vettünk a típodba ezt a törött lófityet, azt szerintem be is fogom szedni azokat, azt a holdat. Jaj. Jó. Na nézzük. Kellett volna hozzá a jaka is, most már mindegy. Nem tudtam még beleütni. Na jó. Egy megvan. Azt a mindeni. Jó. Hát sejtettem. Így futkározni kell jobbra-balra. Na nem baj. Szeretjük ezt is. Oh, hello. Na. Éj, már alig van. Ú, ezt ilyet szednem kell. Ilyen fél ezt a cuccost. Az olyanok, amit a túloldalt voltak azok a... rófittyek. Na, hol van még? Itt mi? Na, meg nem mindegyik egy helyen akarja dolgokat. Hát ezeknél ténylegesen nem lehet venni cuccost. Tehát ez szomorú. Az igen. Jó, közel voltak. Na mindegy. Törü-törü. Dóra. Hello. Ó, azt szeressük kinyiffantani. Ó, őket is szeretjük kinyiffantani. Nagyon jó. Hello. Ó, vagytok? Right
Ez gyors volt. Jó, beszedjük ezt a heti teszt is. 4-es. Szuper. És a forgyulás mi meg lesz, és akkor megcsapjuk a bounty-sot. Jó, meg lesz ez, meg a bosszokat kell ölni 10-et. Megölök én nekik annyit, amennyit csak szeretnének. Áj! Jó napot kívánok! Önök rossz helyen állnak. Csak gondoltam, szólok. Nem sokat kellett rajtuk üzék. Ó, mert esik belőle ez a cucc. Az nagyon jó. Ó, be kettő is volt. Ó, ezek... Á, ezek... Szakagajúcsik, ezek kellenek nekem. A fejlesztéshez. Úgyhogy visszamegyünk a kamiszatókhoz. Amúgy egyébként ezt belerakhatnánk szerintem az előzőekbe. Tehát... tehát úgy értem, hogy... Ugye Liuje, meg monstátos területre. Ezt, ami itt van, ugye megmutatom. Hogy amikor ugye fel akarod húzni ugye a reput náluk, akkor... ugye mutatom. Így. És akkor igen, meg volt szuper, nagyon király. És akkor ugye kiválasztasz egy bounty-t, akkor ugye megmutatja, hogy hol. Check the map, és megmutatja, hogy hol van. Na már most a másik részen, ez nem így van, másik két részen, hanem ugye meg kell nyomod ezt a látást, hogy mi a helyzet. És úgy kell megkeresned, és azt szerintem sokkal rosszabb. Mert így, itt is mutatja így, meg a nagy körbe, de én ezeket már egyébként lazán tudom, hogy mi a helyzet. Úgyhogy ezzel nincsen semmi gond, csak itt szerintem sok. És ugye, és oda tudsz teleportolni, tehát, hogy szerintem ez a másikban nincs benne, vagy nem sose volt az, hogy oda tudtam. Na, nem mutatja a mapot úgy, nem. Szerintem az nem csekkolja, jól emlékszem, de nem tudok hülyeséget mondani. Úgyhogy... Sokkal nagyobb a terület, még meg kell, le kell vadászni, és a halvány őzött sincs. Másiknál is így van most, na most elbizonytalanodtam saját magamban, szerintem ott nem így volt. Csak ez a bigyóvizet oda. Na mindegy, engedjük el, ha mégis így volt, hogy így van, én nem így érzékeltem. Úgyhogy, jó napot! Na, igen! Hát azért kemények vagyunk. Ja, ennyi volt. Jó. Akkor felszedjük a rewardot érte. Megnézzük mindjárt, hogy... mert 10 perc kell, mire az összes ugye a kovácsmester megcsinálja a forge-ot. Vagy leforge-ol. Úgyhogy... leforge-olja nekünk a cuccokat. Én már nem gyűjtök erre, mert nekem max szinten van, mint láthatjátok, szóval ez nekem nem... nem releváns az a dolog, ebből a szempontból. Nem ezt akartam. Miért nyomok mindig szét máshova? Jól van. Mindjárt elfordulok. Csóri, hogy még jött? Na mindegy. És... azért még ügyetlenkedek majdnem lassan 2 hónap után.
Mi merre hány méter? De azért csak jönnek vissza ezek az emlékek. Jó, hát a többi az majd, ez két nap múlva. Ezt majd ledoménelek, állj. Hol van a bigyó? Aha, fönt. Nem baj. Csak egyet tudok, nem el? De rossz. Jó, hát akkor egyet. Több, mint a semmi. Megnézzük, mit tettünk az ügy érdekébe. Egyébként. Well, this ought to be entertaining. Megpróbáljuk ezt. Kipróbáljuk. De nem ajakát hoztam. Ne. Na, majakát hoztam. Az igen. Ajakát kellett volna! Ez olyan lassú csóri. Értem. Ajakát akartam volna hozni. Amúgy. Most már mindegy, most már így marad. Aztán... nem olyan fos, de mi az, ezek a defek mik? Azzal a csapattal is jó lesz. Na, lássuk! Trüdüdüdóra. Nem volt a soros, csak olyan nye. Egy kicsit. A kombókat majd kell még gyakorolni, de nem ezt a csapatot állítottam volna össze, mert hogyha mondjuk hozom a jakát a tesójával, akkor hát attól függ, minek teszem be. De nem.
Értem. Nincs elég izé. Akkor, akkor ugye fogyasztás meg minden lenne, és akkor az úgy tök jó. Vaj, most már így marad. Hát igen. Jó. Akkor nézzük, mi maradt nekünk egy tonna cuccon kívül. Wow. Hát maradtak. Maradtak ezek a cuccok, amiket meg kéne csinálni. Ez kell. Mindenképpen ez lejár. Hát igen. Jó, ezeket még majd meg kell csinálni. Én úgy kíváncsi leszek. Ott van fisül. Meg izét akartam még felfejleszteni. Nagyon jó lenne így felbúsztolni. Monát, mert az nem lenne rossz. Amúgy, de ha már itt járunk, akkor... Nem. Igen. Ez ezzel is jó, ez ezzel is jó, ez egy jó. Szállítás. Na mindegy. Akkor szerintem innen fogom nektek ezt folytatni, csak hogy lássátok csodálatos tekintetemet. Én nagyon szeretem, mindig elmondom, hogy ez a játék, ezt nagyon szeretem, csak ezzel sem tudtam foglalkozni másfél hónapig durván, úgyhogy ja. Szomorú ez a helyzet, de hát most mit tehetünk róla? Ez van, ezt kell szeretni. Én köszönöm, hogy itt voltatok is, hogy megnéztétek, hogy különböző, hozom a horror játékokat is, igyekszek, illetve igyekszek majd minden héten ismét ugye videót megosztani, ahogy szokásom is volt eddig is. Nagyon-nagyon igyekszek majd. Aztán igyekszek nem túl fáradt lenni mindig, meg visszább csökkenteni ebből a óriási lendületből. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm a mindent, és találkozunk akkor következő héten, vagy még akár, jaj, csuklok, akár ezen a héten is más jellegű videóval, akár Genshin, akár Sims, akár egy kis LOL, akár Phasmophobia, vagy más, ugye nektek ugye a parapéntekre a viszázs, hogy ezek a játékok, vagy a Green Hell, ami szintén jó parapéntekre, tehát, na mindegy. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, meg azt is, hogy kitartotok mellettem, és így érdeklődtök, hát igen, nem is tudok más mondani, csak köszönetet, úgyhogy ilyen szép napotok, sziasztok!